Az, hogy már nincsenek daruk és kutatócsapatok itt, Antakya romos épületein, azt jelenti, hogy a keresési és mentési művelet hivatalosan is véget ért. Halljuk az Euronews helyszíni tudósítójától. Korábban több életjelet is észleltek ezeken a romokon. Egyértelmű, hogy ez már egy másik szakasza a műveleteknek itt Dél-Törökországban. Néhányan, pár itteni lakos és üzlettulajdonos ebben a városrészben visszatérhetett, és ellenőrizheti az üzleteit, hát ha találnak még valamit, amit érdemes magukkal vinni. Ezek az emberek megpróbálják összeszedni az életük maradványait. Csak Dél-Törökországban 13 millió embert érintettek közvetlenül a földrengések, és a török kormány egy éven belül új otthont ígért mindenkinek, aki elvesztette a házát. Ez természetesen nagyon ambíciózus ígéret, egy olyan ígéret, amelyet sokan teljesíthetetlennek tartanak, tekintve a kormány lassú reakcióját. Olyannyira, hogy a civil társadalom lépett elő, és bizonyos területeken átvállalta a kormány feladatait. Például a héten a török televízióban hatalmas adománygyűjtő akciót indítottak, és több mint 5 milliárd eurót gyűjtöttek össze az áldozatok számára. Sokan rendkívül eltökéltek, hogy minél hamarabb újraindítják az életüket, önerőből. Meglátják, ez az utca egy, maximum két héten belül tiszta lesz, az üzletek újra nyitva lesznek, állítja az egyik boltos, Serka. Már eltelt 13 nap, az emberek élnek, majd meghalnak. Földrengésben, közlekedési balesetben vagy otthon. A katasztrófa megtörtént. Az iszlámban csak 3 napig lehet gyászolni. 3 nap után vége. Az életnek újra vissza kell térnie, mondja. Serkan magával ragadó személyisége, életigenlése már is visszalopta az életet a városba, pedig őt is megsebezte, amit átélt, amit elveszített. Mit tehetnénk? Lelkem, én persze zokogok, a barátaimat vesztettem el, jó barátokat. Serkan azt mondja, hogy az eltávozottak emlékére, tiszteletére nem fogja elhagyni Antakyát, és megpróbálja meggyőzni a szomszédait, hogy ők is maradjanak. Azt mondja, a városnak szüksége van rájuk, és az elhunytak emléke tovább él ezen a helyen. Annelise Borges in Antakya, Southern Turkey, for Euronews.